Az elmúlt napokban, hetekben szinte kizárólag csak arról beszéltünk, hogy vigyázzunk magunkra, maradjunk otthon, üljünk otthon. Nos, a Magyar Költészet napján én éppen erről a bezártságról hoztam egy verset, egy optimista verset. Palotás Dezső, Oroszlán kölykök. Nézd le, ókám! Kint vagy bent, ez csupán fikció. No, várj csak! Tüstént be is bizonyítom. Itt van ugye egy 6 négyzetméter sugarú kör alakú rács. Bent mi, kint ők, mondjuk. De miért? Mert a mi részünk a kisebb? Mert körülfognak? Ez mit sem számít, figyelj csak. Képzeld el, hogy megtörjük a hagyományokat, és elkezdünk úgymond fogságban szaporodni. Azt hiszed, bánnák? Fenéket. Örülnének neki, hencegnének vele. Legutóbb is, milyen nagyra voltak azzal a két mafla kölyökkel. Neki fogunk tehát szaporodni, ahogy ők szokták két háború között. A ketrecünket természetesen kibővítik. Egyre nagyobb lesz. Elméletileg elérheti azt a méretet, hogy immár képtelenek lesznek élelmünkről gondoskodni. A rácsainkat elnevezik hát rezervátumnak. És betelepítik a burjánzabálókat, fogjunk magunknak kaját. Elméletileg a ketrecünk lassanként olyan méreteket ölthet, hogy két egyenlő részre osztja majd a földgolyó felületét. És akkor? Akkor? Akkor ki lesz kint és ki lesz bent? Na? Na ugye? Na már most, tegyük föl, hogy a mi területünk egy, pontosan egy négyzetkilométerrel kisebb. Változtat ez a helyzeten elméletileg? Elméletileg inkább bent vagyunk, mint ők? Nem, ugye, hogy nem. No és hol a határ? Elméletileg. Ha 2, ha 100, ha 10 000 négyzetkilométerrel kisebb a mi birodalmunk, elméletileg, vagyis lényegében változtat ez a tényeken? Tehát, ha akarom, akár most is, itt és most, mi vagyunk kint, és ők bent. Szegények. Elméletileg.